témát váltunk. 153 milliárd forint támogatást nyújtott 2017. szeptemberéig az állam csokra. A visszanemtérítendő támogatás kiszélesítése további növekedést hozhat az ingatlanpiacon és az építőiparban is. Meghaladta az 56 ezret a családi otthon teremtési kedvezmény szerződőinek száma. Ez a térkép az egyik országos napilap hasábjain jelent meg, és azt mutatja, melyik megyében mennyi igény is nyújtottak be a családi otthon teremtési támogatáshoz. Az új lakások építésén, illetve a használt lakáseladás piacán is nagyot lendített az állami támogatás, amelyet 2015. júliusában vezettek be, majd bővítették és emelték a gyerekek után járó támogatási összegeket is. Az igénylés menetét pedig egyszerűsítették a pénzintézetek. 2017. szeptemberére az ingatlanpiacon az látható, hogy az új családi házak építéséhez, illetve lakásvásárláshoz kérik a csokot a családok. Az ingatlan szektorban a panelek is egyre inkább felértékelődtek, magasabb áron cserélnek gazdát a használt lakások is, mint 3-4 évvel ezelőtt. A napilap cikke arról is ír, érdemes lenne elindítani egy új panelfelújítási programot. Mindenképp a lakáspiac további bővítését jelentheti az állami otthon teremtési támogatás széles körű igénybevétele. A csok igénylésének mintegy 25%-os bővülésére számítanak a közeljövőben. A témát folytatjuk itt a stúdióban, Sereginé Jánvári Enikő a vendégem, jó estét kívánok! Nos, hát elég pozitív volt ez a prognózis itt a felvezető anyag végén, ez a 25%-os bővülés. Azért azt hozzá szoktuk tenni, hogy ugye a térkép is mutatta, régiónként változó ez az adat, de minden esetre már az elmúlt 2-3 évben van tapasztalatuk, és látják, hogy mennyien kérik, vagy mennyire igénylik hitelfelvételhez a csokkos támogatási formákat, konstrukciókat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyíregyházán, hogyha egy gyors összegzést kellene mondani, akkor melyek lennének a főbb számok, vagy a jellemzők? Valóban nagyot lendült a csokkal együtt igényelt hitelek száma. Hát igazából körülbelül egy éve kezdődött ez el, hogy a használt lakásvásárlásra is, és az új építésű ingatlanok megvásárlásához is igénylik azt a bizonyos 10+10-es, tehát a 3 gyerekes csokot. A kisebb értékű ingatlanoknál úgy szintén van, aki ezt önerőként ennyit tud beletenni az ingatlanába, és ugyanúgy megkapja. Nyilvánvalóan megfelelő törvényi követelményeknek eleget kell tenni az ügyfélnek is és az ingatlannak is, de nagyobb értékű ingatlanoknál is, akár egy gyerekre is, 4 gyerekre is, most olyan ügyfelünk van, aki 4 gyerekkel el szeretném majd ezt a bizonyos csokot igénybe venni. Emlékszem, amikor ez az otthonteremtési támogatás elkezdődött és beindult, akkor nagyon sokszor volt, vagy érte az a kritika, inkább így fogalmazok, hogy inkább a 2-3, de inkább 3 gyerekeseket támogatja, vagy támogatják jobban ezzel a kedvezménnyel. Mennyire igaz ez? Vagy pedig inkább úgy vannak vele az 1-2 gyerekesek is, hogy kihasználják ezt a lehetőséget, amíg rendelkezésre áll, és felhasználják akár a használt lakásvásárláshoz is? Hát igazából egy gyerek után 600 ezer forint jár. Tehát az egy ingatlan vásárlásnál nem rossz, ha van, de nagyot nem lendít az önerőn. 2 gyerektől az 1.430.000 forintos összegtől azért már komolyabb tételként lehet vele számolni. Valóban a 2 gyerekes, a használt lakásvásárlásnál a 2 gyerekes csok az, ami a jellemzőbb. A 10+10-es, tehát az új építésűnél nincs nagy variáció, tehát ott 3 gyerek vagy bevállalt, vagy meglévő gyereknek lennie kell, és akkor tudják ezt igénybe venni. De emellett a bankoknál viszont arról is lehetett hallani, hogy akár 2 gyerekre használt lakás vásárláshoz, vagy használt családi ház vásárláshoz is sokat jelent ez a kedvezmény hitelfelvételnél, mondjuk vidéken, ahol az ingatlanok ára alacsonyabb, mint a nagyobb városokban. Tehát ez mit jelent, hogyha arányosítanánk, vagy megnéznénk a jelenleg a piacon meglévő árakat, és mondjuk a külső területeket, vagy itt a megyében is a vidéki településeket vennénk alapul, és az ottani ingatlan árakat? Igen, ingatlan vásárlás esetén minimum 20% önerőre szükség van, és akkor tud hitelt felvenni az ügyfélt. Nyilvánvalóan kell egy bizonyos ingatlan érték is, tehát azért 4 millió forintot el kell, hogy érje az ingatlan értéke. Viszont akkor ez a bizonyos 1.430.000 forint azért már megvan gyakorlatilag az önerő szinte, és ahhoz már tényleg nem sokat kell hozzátenni. Tehát kisértékű ingatlanoknál, anélkül, hogy különösebben megerőltetné magát a család, ezt az állami támogatást, ha igénybe veszi, akkor tud egy ingatlant vásárolni
két gyermekes család már. Hát, ahogy most beszélgetünk, leszűrhető, hogy leginkább az önerőt váltják ki ezzel a támogatással, ami egyébként korábban gátja volt annak, hogy hitelt vegyenek föl a családok, vagy a több gyermekes családok. Tehát akkor ezzel valójában megvan az önerő egy kisebb értékű lakáshoz. Így van, így van. Tehát ez az önerő, ez az, ami a gátja volt sokáig, hogy nincs egy fillérünk sem, de szeretnénk vásárolni. Hát akkor széttettük a kezünket, hogy sajnos akkor ez most így lehetetlen. Tehát jó, bizonyos konstrukciókban meg lehetett oldani, hogyha volt a családon belül még egy ingatlan, amit be lehetett vonni pótfedezetként akkor. De hát ezek a családok nem feltétlenül arról voltak jellemzőek, hogy hitelmentes, megfelelő értékű ingatlanok vannak a családban még, és akkor többet összeszedünk, és abból lesz a gyerekeknek egy új ingatlan. Tehát a csok ez azért nagyot lendített ezen a dolgon, és nyilvánvalóan megfelelő jövedelem is kell hozzá, tehát attól, hogy valaki alkalmas arra, hogy csokot felvegyem, vagy megvan a gyerekszám, attól függetlenül még 180 napos munkaviszonynak lennie kell, tehát ott még jócskán vannak törvényi követelmények az ügyfél szempontjából. Igen, hát beszéljünk is erről egy picit, mert gondoltam is, hogy a kritériumokat azért említeni kell, és el kell mondani, mert hát mondjuk ezek közé tartozik az is, hogy ne legyen banki fekete listán az illető, tehát anélkül nem veheti föl ezt az állami támogatást, vagy ezt a kedvezményt, és hát még számos egyéb kritérium van, melyek ezek? Hát, mint ahogy említettem, tehát 180 napos folyamatos munkaviszonyt kell igazolni a legalább a házaspár egyik tagjának. Nem lehet a KHR-ben semmilyen szinten nem szerepelhet pozitív. Nem lehet már hitele, mert az ugye rontja a hitelképességét. Apróságoknak tűnnek, de például a gyerekeknek is mindenkinek kell, hogy legyen személyigazolványa, anélkül nem lehet, és az egész család egy címen kell, hogy bejelentve legyen, mert volt már ebből is kész-e-kuszaság, de ezt is tisztázni kell. Nem lehet semmilyen köztartozása a egyik félnek sem, tehát a NAV-tól kikért nullás igazolással kell ezt igazolni. Amennyiben vállalkozás is van a családban, a vállalkozásra vonatkozó igazolást is ki kell, hogy a vállalkozásnak sincsen semmilyen adótartozása. Igazából ezek, amire összegyűlik, és mindenki tudja produkálni, az azért nem kevés dokumentum. Igen, de azért most már eltelt annyi idő, hogy a pénzintézetek többsége rugalmas, és gyorsították ezt az eljárást, tehát hogy nem jár annyi bürokráciával, és amikor vagy a hitelfelvételhez a csok igénylése is zöggenőmentesen is gyorsan zajlik? Hát zöggenőmentesen zajlik, hogyha minden úgy van beadva, ahogyan azt ők kérik. Tehát ha tudjuk, hogy mi mindent kell összeszedni, nyilvánvalóan addig nem visszük be a hitelintézetbe a kérelmet, amíg az nem állt össze, és a beadástól számított egy hónapon belül csokkal együtt is megvan a hitel. Tehát az nem régebben azért több hónapig is eltarthatott egy hitelbírálat, és ameddig a folyósítás megtörtént. Ez azért lényegesen lerövidült az elmúlt időszakban. A bankoknak is érdeke, hogy minél pörgősebben, minél rövidebb futamidőkkel tudják a hiteleket kiadni. És hát ez attól függően, hogy hogyan van az egész elindítva, tényleg meg lehet csinálni egy hónap alatt úgy, hogy a hitel is ki van folyósítva, a csok is ki van folyósítva, nem lehetetlen dolog. Ez egy belátható idő, táv mind az eladók szempontjából, mind a vevők szempontjából, amit még úgy tudnak kezelni. Tehát az állami támogatás jelentősen segíti, vagy segítheti a családok lakáshoz jutását, de a másik oldalon pedig az ingatlanpiac is örül ennek a támogatásnak, hiszen azt mondják az elemzők, hogy rengeteget lendített az ingatlan eladásokon, és hogy ez a lendület, hogyha ez a bővülés megtörténik, akkor tovább folytatódhat. Igaz-e ez a megyeszékhely jellegű városokra is? Mert a főváros azért mindig jobban áll, vagy jobb pozícióban van. Igen, ez igaz, és ez Nyíregyházán is így van. Jelentősen emelkedett a potenciális érdeklődők és ingatlan vásárlók száma, köszönhetően ez az állami támogatások köré kibővítésének, és tényleg érezhetően többen vásárolnak úgy, hogy vagy önerőként, vagy az önerő kipótlásaként. Tehát akkor mondjuk, hogy jobban megy az értékesítés így van, is. Így van, igaz? Így van. És így akkor van. Így módon magasabb is lehet az ingatlan ára, vagy jobbáron is el lehet adni az ingatlanokat? Hát igen, magasabb is lehet az ingatlan ára végül is. Ugye a tulajdonosok meg azt nézik, hogy hát mennyien nézik az én ingatlanomat, akkor ez milyen jó a piacon, és nem engedek az árából, mert hát
úgyis meg fogják venni. Tehát kevesebb az alku, vagy ha van is, minimális, mert előbb-utóbb rá megjön az a vevő, akinek megvan a pénze, megkaphatja a csokot is, állami támogatásra is jogosult, és ettől függetlenül mégis mindig vannak vevők, tehát nem állt meg az élet attól, hogy az ingatlan árak megemelkedtek. Mostani ügyfeleink hitelképesebbek, tehát tényleg azok fordulnak hozzánk hitelügyben, akik meg is kapják ezt a bizonyos hitelt. Csoknál is azért most már letisztult az emberekben, hogy mi minden kell hozzá, hány négyzetméteresnek kell annak az ingatlannak lenni, hány gyerek után milyen összeg jár. Tehát egy kicsit így bejáratódott ez a dolog, és gördülékenyebben megy. És hát a eladók ennek csak örülnek, mert egyre több potenciális ügyfelet tudunk. Igen, és hát új lakások is sorra épülnek, de hát ez már a következő beszélgetésünk témája lesz, hogy ez erre mennyire lenne még nagyobb igény, mert azért itt a megyeszéken is elindult ez a folyamat, de hát a vevői oldalról pedig úgy látszik, hogy azok a társasházak vagy családi házak, amelyek megépültek, mind elkeltek így 2017, vagy majdnem mind 2017 szeptemberére. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk és segített nekünk ebben az elemzésben. Köszönöm.